Közös munka révén ismerkedtek meg a bóbitások a Szatmár Németi Harag György Társulat Brigera báb tagozatának csapatával. A 20 évből 10 éves a munkakapcsolat, ezért többször is volt rá példa, hogy a bóbita társulata is kiment vendégszereplésre Szatmár Németibe. A báb múzeumban látható kiállítás során két évtized produkcióinak báb figuráiból válogattak egy reprezentatív anyagot a Pécsi Báb Múzeum és közönsége számára. Ezt a tárlatot kint is megrendezték. Jelentős magyar művészek, bábművészek, alkotók vettek részt az ő előadásaikban, és a kapcsolat oda visszaműködik, és ez a kiállítás, ez 20 éves fennállásukat mutatja be, amiként is megrendezésre került, és igazgató úgy gondolta, hogy méltóképpen azt a magyar közönség is megismerhesse, ezért elhozta ide hozzánk. Díszletelemek, fotók is tartoznak a bábfigurákon kívül a kiállítás anyagához. A vendégek válogatták az anyagot, a pécsiek rendezték be a tárlatot. Lehet látni a kis cetlika, hogy nagyon jelentős részében olyan előadások is kikerültek a kiállításba, ami tervezünk tervezett Nagy Kovács Géza is, illetve hogy az ottani bábkészítő művészek ki közreműködtek benne, tehát ebből a szempontból vegyes a kép. Idén is jön a Brigella augusztusban Pécsre. A Szatmár Németi Társulat fennállása alatt közel 50 előadás mutatott be, többek között a magyarországi bábos szakma kiváló íróinak, rendezőinek, tervezőinek közreműködésével. A Bóbita Bábszínházzal való baráti és szakmai kapcsolódást előadások, fesztiválok, workshopok is színesítik. A Bábtérkép című kiállítás augusztus 31-ig látogatható.